profi támogatást kaptunk, profi alapanyagokat, profi sütőt. Szerintem nagyon jól sikerült. Sokkal jobbak lettünk, mint az elsőnél, és ez még csak a második. Tehát elégedett vagyok szerintem. Jó a sütő, mi is jók vagyunk, csak hát sajnáljuk, hogy Csabi nincs itt. Jó napot! Jó napot! Ez a Fuvar visz a pizza partira? Így van. Speciális taxi. Szevasz! Ciao. Sziasztok! Sziasztok! Pizza mozi ismét, Tárnokról, Ciránko Krisz barátom ismét vendégül lát bennünket, és futunk még egy kört ezzel a Valóriáni kemencével. Sajnos Jónás Csabi barátunk nem fog tudni itt lenni. Fermentós csapatból Levecki Miki és Simon Dani fognak megérkezni. De addig is az első feladat begyújtani a kemencét, úgyhogy hajrá! Gyújtsuk! Szevasz, Miki úr! Sziasztok! A fermentó ismételten! Meghoztam a kincseket. Ó, szuper! Külön jöttek Danival? Igen, külön. Ő is jön mindjárt, csak szerintem lemaradt, mint a borra való. Milyen mikrofonon van, tök jó, nem? Nagyon komoly. Az én számban nem lehet olyan senki mikrofon, de... Rá kell írni, hogy KTV. Az mi? Hát, Kálmán TV, nem? Annak idején mondta egy barátunk, hogy a Fermentóban a világbajnokság, hát az még nincsen, de olimpia lesz. Van ott olimpia. Micsoda? Hát, hogy ezen az olimpián férfinő ellen indulhat, vagy ez külön ilyen... Természetesen. Ezt kedvedért csináltam, hogy ez legyen majd a pizzának az alapja. Tényleg? Egyébként ezt azért találtuk ki, ezt a tésztát visszatérve, ez majd a 20. meglepetésünk lesz. Az új kenyér helyett új pizza lesz ugye a Fermentóban, az új pizza ünnepe. És akkor egy ilyen rusztikus formátumú tésztával gondolkoztunk, hogy akkor ez lesz. Egy magyaros pizza, egy egyszerű magyaros pizza, ahogy kell. Tök jó. Zöld paprikával, kolbászokkal. Dani hozott mangalica kolbászt, és az lesz rajta. De ezt csak 20-án lehet kapni a Fermentóba. Szia! Most támogatod a vizet? Aha, nem kellett. Szia, Dani! Szia! Hello! Aztán a Fermentó 100%-os jelenléttel. Kérem látom, szépen. Készült a mikrofonnal is. Így van. Nagyon komoly. Most debütál a mikrofon. Úgy érzem magam, mintha valami, nem tudom, tévéforgatásra jöttem volna. És te vagy a sztár. Ja, igen? Azt jól igen. Tudni. Igen, mert te vagy először a műsorban. Hogy kell mondani, üdvözlöm anyukámat. Miki mondta, hogy a Kálmán TV-be üdvözlünk mindenkit. Kálmán TV-be. Ja. KZTV. Na jó. Milyen TV lesz? Milyen TV lesz? Nem tudom. Jó TV. Jó TV. Van Riminiben egy olyan versenyszám, hogy Surprise Pizza, hogy kapsz egy dobozt, kinyitod. És ami benne van, abból kell ott egy kreálnod egy pizzát. Aha. És van rá, mit tudom én, 10-15 percet, hogy átgondolod, és utána oda mész, sütsz, főzöl valami, egy-két dolgot lehet itt csinálni. Na, az a nagy kihívás, tehát már ott, hát mert ahhoz azért kell már olyan tapasztalat, hogy lehet, hogy te megkapod azt a dobozt, azt a felével nem csinálsz semmit, mert azt se tudod, hogy mire való, vagy micsoda. Mindenkinek más. Hát akkor jól lehet, megnézem az első, mit csinál, aztán én megcsinálom jobban. De egy gurmé pizzát amúgy meg hogy értékelsz? Ugyanúgy mindenki más csinál. Tehát az, hogy most a doboz alapanyagból ott gondolom azt értékelik, hogy nézik azt, hogy hány százalékát dolgozott föl az alapanyagnak, milyen fokú konyha technológiákat tudsz rajta alkalmazni, és utána megnézzük, hogy egyáltalán milyen lesz a pizza. Tisztából az egyik. Egy
totál egyszerű, hagyományos Petra 5037, nagyjából 68-80 órás lehet, 10 órát szobahőn volt összesen, így a ma délelőttel meg a 3 nappal ezelőtti estével, a többit pedig 4 fokos hűtőben, ugye ez az egyik, a másik az pedig az állandó kedvenc, ez pedig a Dalla Giovanna Napoletana 2.0 1.0-as AVPN és minőségű liszt. Ez 1 óra van, 15 órája van szobahőn, 24 fokon. És én ezzel a kettővel készültem. Én is hoztam tésztát kivételesen. Ez pedig egy Spadoni XLL lisztből, az utolsó féltett 1 kilós csomagomat bontottam meg, és ebből egy bigás tészta. 48 órásnak indult, de igazából nem töltöttem kezidőt, mert úgy hozta ki az élet való világa, hogy 36 órás környékén vagyunk, és nem túl magas hidratációval, ilyen 68-70%-os hidratációval, úgyhogy meglátjuk, hogy fog itt muzsikálni. Nézzünk bele, hogy majd akkor tésztél lehet? Így néz ki. Nézzük meg Mikinek a varázsdobozát. Ez egy biga tészta. Tehát biga tészta, Caputo Super Nuvola biga, 50%-os biga, 75%-os hidróval, és frissítésnél tésztaarányban, vagy lisztarányban 10% Nucleo nevezetű magkeverék, lisztkeverék, illetve piros szakorosszó, Caputo szakorosszó került hozzáadásra. Kukkancsuk bele a dobozba, az a tuti. Hú, ez jól néz ki. Tehát ez lesz a Fermentónak az ünnepi pizza tésztája 20-án. Az új kenyér ünnepét mi az új pizza ünnepévé tesszük majd ott bent a főhadiszálláson. A főhadiszálláson, a műhelyben. Haló, jó a hang? Teljesen jó a hang. Nagyon jó. Dani 36 fokos. Úgyhogy nem mondhatjuk rá, hogy meleg. Most így, hogy kijöttem a klímáról. Rámérünk, azt mondja, hogy jelenleg 436 fokot mutat a hőmérője. De hát ugye az egy nagy kő, úgyhogy megnézzük, hogy kb. Ahol használnánk. Hát ilyen 400 fok környékén az van. Jó. Várj, nézd. Ott bent azért felmegy ilyen 500-ra. Aha. Úgyhogy van benne kraft. Nagyon furcsa volt így elsőre, beküldtem hátulra a bucát, ahogy kell. Legfurcsább ez a lapát. Mert? De hát meg kell szokni, mert a második pizzánál már tudom, hogy csináljuk. Igen. Hát, hogy ezt nem lehet akkor letekerni, ne is próbáljam, ugye? Én még nem próbáltam. Szerintem lehet. De úgy lehet, hogy az mozog rajta. Csak annyira rá van. Jó, csak akkor az mindig ott volt. Csak be volt épülve. Akkor mindjárt áttörölgetem, akkor az még soha nem.
Így már jó lesz, na én akkor már... Na, már... Megfejtette a technikát. Akkor Miki, pont ez hiányzott. Ha ezt tudtad volna, akkor még szebb lett volna a pizza, jó? Igen, igen. Hát ez első, figyelj, bement és kijött egybe, ez már szerintem fél siker. Akkor majd megkóstoljuk. Isteni finom! Tényleg egyszer egy olyan videót látnák, hogy tudom, megcsinálja a csávó, és akkor... Hát, hogy gyereket kapcsoljátok. Majd rendben van. Hol lett? Átment a tesztem. Jó. Főleg ez a tésztához még jobb, ez a kicsit ilyen magyaros jelleg. A tészta is, meg az embrió is, hogy ilyen kicsit ilyen kolbászos, tök jó. Megkértem Danit, hogy csináljon ő egy pizzát a tésztámból, úgyhogy ezt fogjuk most látni. Ez rohadt jó ez a feltételezés. Jobbkezes csapkodásom. Thank you.
nagyon jól sikerült. Sokkal jobbak lettünk, mint az elsőnél, és ez még csak a második. Tehát egy 4-5 sütés és izé, és tényleg nyitnánk itt a fermentó mellé. Elégedett vagyok szerintem. Jó a sütő, mi is jók vagyunk. Csak hát sajnáljuk, hogy Csabi nincs itt. Így van, majd legközelebb stabilabban tudtunk ebben a körben sütni. Valahogy jobban ráérez az ember, de hát ez természetes jelenség ilyenkor. Azon külön nagyon meleg van, na jól sikerült, amúgy teljesen jó volt, úgyhogy jókat kóstoltunk, jók voltak a tészták, jó volt a társaság, úgyhogy szinte minden nagyon jó volt. Miki úr? Én szerintem vannak még hibák, vissza kell jönni külsőbb időben. Vannak télen, még azokat, a télen vissza kell jönni. Bombasztik ez a kemence, nagyon jó a csapat, tényleg Csabi hiányzik. Tésztákat most jó időzítettük ti is, minden. Jó, végülis ez most ilyen adhok jellegű feltétezés volt, de tökéletes. Neked mi volt a véleményed? Itt a kemence. Ja, bocs, neked mi volt a véleményed? Én már mondtam, hogy az volt a véleményem, hogy kurva jó volt. Ennyi. Sziasztok. Pedig tegyük hozzá, hogy nem ettünk ma limoncellót. Még ihatunk. Forró kemence és jéghideg limoncello. Gyerekek. IGP. Így van. Sorrentói citromból készült. Egészségünkre. Egészségünkre. Ez finom azért.